Ez a férfi Miskolcról érkezett a kutyusával a mancsos pancsolóba. Miskolcról elkezdtünk, kihoztuk a kutyát, kihoztam a kutyát. Szemmel láthatóan jól érzi magát itt. Most vagyunk először egyébként. Nekem ahol víz van és labda van, mindenhol jó. Úgyhogy ez a fő szempont nálam most, be a melegbe is. Olyan vendéggel is találkoztunk, akik a kutyabarát strandindulása óta járnak ide, és nem csak a nyári időszakban. Mi Egerben lakunk, és nyáron vasárnaponként, nem minden vasárnap, de két hetente általában lejövünk ide a kutyával, és én úgy gondolom, hogy mindenki nagyon jól érzi itt magát, mert szép a környezet, tehát kulturált az egész strand, van árnyék, és itt tanult meg tulajdonképpen a kutya vízbe menni, labdával, labdát kihozni, amikor ez a strand itt kialakították. Tehát azóta mi rendszeresen járunk. Van olyan, hogy tavasszal is lejövünk, csak így szaladoztatni, úgyhogy én nagyon örülök, hogy itt van ez a kutya strand. Egerből elérhető közelségben nagyjából. Nem hittem volna amúgy, hogy majd vízbe fogom tudni becsalogatni. Egyébként meg kertesházban lakunk, tehát futni ott is tud, de hát itt van társaság, itt van a többi kutya, tehát rengeteg inger éri, úgyhogy én szerintem főleg ez, hogy kutyabarátok, az úszás, a futkosás, hát most is megy a labda után, úgyhogy mindenki jól érzi itt magát, meg mindenki toleráns a másikkal, én úgy látom, meg nem hoznak ide olyan kutyát, ami agresszív, tehát ezek fontos szempontok szerintem. Azért, hogy jól érezze magát, mert ilyen melegben igazából ez az egyetlen megoldás, hogy vizes, és így tudnak játszani, mert különben tegényeknek tényleg nagyon melegük van, úgyhogy akkor a reggeli órákban a vizes játék még a egyetlen, ami megoldható. Főleg bent van, a hűvösben van napközben a nagy melegben, illetve hát vizes dolgokkal így ennyit tudunk tenni, de így a kerti medencét azt nem preferálja, mert az túl kicsi neki, úgyhogy csak az ilyen vizeket szereti. Ez a férfi Hajdúszoboszlóról érkezett. Ő azt is elmondta, mire kell odafigyelni a kutyáknál a kánikulában. Vízpótlás, tehát folyadékpótlás, hogyha úgy van, akkor ugye itt neki nagyon jól, mert bele tud menni a vízbe, itt hűsíti magát, árnyékos helyen legyen. Otthon pedig nagyon jó módja van, mert ha olyan van, akkor és otthon vagyunk, akkor bejön a lakásba, tehát klimatizált helyiségbe. Hát a kutya az ezt a szabadtéri úszást nagyon tudja itt élvezni, mert a környékünkön nincs ilyen lehetőség. Legközelebb itt Tiszafüreden a kutyástrandon van erre lehetősége, amit viszont nagyon élvez. Ugye látták, hogy milyen boldogan pancsolnak, szaladgálnak, mókáznak a kutyusok a mancsos pancsolóban, és ahol a kis kedvenc jól érzi magát, ott a gazdi is. Ezért is olyan népszerű a kutyabarát strand Tiszafüreden.